Jubileumi forduló miatt gyűltek össze az őszi napfénynyugdíjas egyesület tagjai a József Attila kollégiumban. A jelenlévők 10 évvel ezelőtt döntöttek úgy, egy olyan közösséghez szeretnének tartozni, ahol jól érezhetik magukat, és azt csinálhatják, amit a legjobban szeretnek. Az őszi napfénynyugdíjas egyesület december 6-án volt 10 éves, akkor jegyeztek be bennünket a bíróságon. Hát a visszaemlékezés erre a 10 évre nagyon kellemes, nagyon sok és szép rendezvényünk volt. Az egyesületnek jelenleg 51 tagja van. A közösségen belül énekkar, tánckar és kultúrcsoport is működik. Mindegyiknek más-más a vezetője, abban azonban egyetértenek. A fő cél, hogy mindenki jól érezze magát és szeresse azt, amit csinál. Az ünnepi műsor elején Szabó Emma, Nagyatát című versét hallgathatták meg a jelenlévők, miután Gálovics István köszöntötte az ünnepelteket, aki röviden értékelte az elmúlt egy évtizedet is. A rendezvényt a Somogy megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, Stikkel János is megtisztelte jelenlétével, aki egy emlékérmet adott át a születésnaposoknak. Az ünnepségre Orma István polgármester sem érkezett üres kézzel, néhány kedves szó után ő is ajándékkal kedveskedett a jelenlévőknek. A köszöntő után az ünnepeltek kapták a főszerepet. Elsőként az énekkar lépett fel, akiknek csak úgy, mint 10 évvel ezelőtt, most is Kovácsné Tóriák Teodóra segített a felkészülésben. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert először még nem voltunk sülvezővel együtt, hanem az első fellépésük az úgy történt, hogy betanítottam a darabot, és úgy mentek el Pestre szerepelni, ahol hatalmas sikert értek el. Onnantól kezdve minden szereplésen együtt vagyunk. Az őszi napfénynyugdíjas egyesület tagjai egy új szokást vezettek be az énekkaron belül. Ők már akkor elkezdenek énekelni, mikor még csak vonulnak fel a színpadra. Ezt igazándiból egy gyerekkórus találkozón láttam, ahol Erdélyből érkezett kórus így vonult fel, és nagyon jó volt, mert addig sem unatkozott a közönség. Kovácsné Tóriák Teodóra elmondta, örömmel fogadták ötletét az idősek, hiszen addig sem unatkozik a közönség. Az eltelt évek alatt olyannyira összeszoktak már az énekesek vezetőjükkel, hogy szinte félintésekből is megértik egymást. Az énekar után az egyesület tánckara mutatkozott be, akik kifejezetten a jubileumi évfordulóra állították össze legújabb koreográfiájukat. Lesz egy kis rövid műsorunk, ének, tánc, vers, és a végén nagyon szeretnék a csapatot és a vendégeket meglepni, egy nagyon szép operett táncot tanultunk be, és hát azt még teljesen nem annyira nagyon pontosan tudjuk helyre rakni, de azért úgy gondolom, hogy itt most el tudjuk járni, és az gondolom mindenkinek meglepetés lesz a csapaton belül is. A tánckarnak jelenleg 18 tagja van, akik hétről hétre magukra öltik fellépő ruhájukat. Van 5 szem fiunk, sajnos, lányok vannak többen, de mondjuk az is jó, ha lányok vannak, mert van lánytáncunk is, és azért az nagyon jó. Az egyesület elnöke elmondta, a sok színvonalas produkció miatt sokszor nem tudják eldönteni, egy-egy fellépéskor ki szerepeljen a színpadon, hiszen nem mindig jut idő mindegyik csoportra. Általában ebből szokott a leggyakrabban probléma lenni. A legnagyobb gondunk talán az, és aztán minden nyugdíjas szervezetnek, hogy ahogy a mostani tagok kiöregednek, valahogy nincs utánpótlás. A fiatalabbak azok nem nagyon akarnak jönni, és nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, a következő lehetőség, hogy adódik meg arra vonatkozóan, hogy az egyesületek, klubok tovább tudjanak működni. Az egy évtized alatt a hazai szereplések mellett az ország határon kívül is népszerűvé váltak az egyesület tagjai, akik kétszer jártak Olaszországban, Erdélyben, de még Szlovákiában is meghívást kaptak a nagyatádi nyugdíjasok. Legemlékezetesebb az volt, amikor Olaszországban voltunk a testvérvárosnál, és egy világkarnevál alkalmával feléptünk a rendezvényen, és a nyugdíjasok műsorán is. A helyi ottani nyugdíjas szervezetnek volt ilyen találkozója, és ott is fölléptünk. Talán az volt a legszebb, a legkellemesebb élmény. Elég sok emlékezetes föllépés volt, talán egy olaszországi föllépés, ahol egy órát, vagy több mint egy órás folyamatos műsort adtunk, és szóló produkciók alatt a hölgyek, urak a háttérbe, illetve a függöny mögött őrült gyorsasággal öltöztek, ilyen, hogy egy perc alatt, mert nem tudom, hogy hány ruhát, rengeteg ruhát hoztak, és ez nagyon érdekes volt. Annyi sok föllépésünk volt, hogy talán nem is tudnák különbséget tenni, hogy melyik az, amelyik, hát
Nem tudok különbséget tenni, mert nekem mindegyik szép, és mindegyik jó, és nagyon jó szívvel csináljuk. A rendezvényről a torta és Halász Judit közismert száma sem hiányozhatott, melyet együtt énekeltek a jelenlévők, akiknek a szíve még most is fiatal. Én azt kívánom, hogy maradjon meg az Egyesületen belül az a béke, az az egyetértés, ami idáig megvolt, mert ha ez meg lesz, akkor mód van arra, hogy az Egyesület továbbra is működjen, a kultúrcsoportja továbbra is sikeresen szerepeljen. Még legalább ilyen 10-20-30 évet. Minden jót kívánnak nekik, és hát legalább még egy, nem azt mondom 10 évig, amíg a szívünk diktálja, hogy szeressük csinálni, mert ezt csak addig lehet csinálni, hogyha már nem, akkor be kell fejeznünk, mert hát az idő múlik.